1896. május 18-a. Oroszország, Moszkva, Hodinka mező. Hatalmas tömeg gyűlt össze a rendőrségi kordonok mögé. Hogy miért vannak itt? Hát a nekik ígért ingyen, sörért, perecért és kolbászért. De miért gyűlt ide ez a hatalmas tömeg? Miért ígértek nekik mindenféle ingyen ételt, italt? Hát azért, mert II. Miklós orosz cár koronázása történik, és ez az ennek a napnak a tiszteletére rendezett népünnepély. De estére ebből a hatalmas tömegből 1300 ember halott, több ezer ember pedig komolyan sérült lesz. 22 év múlva pedig II. Miklós orosz cár, akiért ez az egész ünnepség történt, halott lesz. Nem természetes, nem szép, nem dicsőséges halált fog halni, hanem brutálisan le lesz géppuskázva egy jekaterinburgi ház pincéjében. Ma azt az időszakot fogjuk megnézni, ami az népünnepély és II. Miklós orosz cár halála között volt, és hogy hogy jutottunk el eddig a pontig. Sziasztok, ez a Kobelincsó, ez pedig itt a Romanov ház vége, első része. II. Miklós halálának okai. Az első fő ok az Romanovak iránti ellenszem volt. Az első ugye maga a Hodinka mezei tragédia. Ugye a Hodinka mezei tragédia úgy történt meg, hogy váratlanul nagy számú tömeg érkezett erre a népünnepélyre. És ez a nagy számú ember, nem tudom, már két napja ott várt. Kicsit úgy képzeljétek el, mikor kijön az új iPhone, és az emberek sorban állnak az Apple boltok előtt. Csak ez nem volt ilyen szinten kultúrált, és nem voltak sorok. És az emberekben a düh, meg minden feszültség felérlelődött, hogy valami kicsi szikra hatására megrohamozták a mindenféle, az ingyen italos standokat védő kozákokat, akik a cár őrei voltak. És egymást agyontaposva, tehát egymást megölve próbáltak mindenféle bögrét, sört, perecet, kolbászt szerezni maguknak. És ennek lett az a következménye, hogy több ezer ember meghalt, megsérült, stb. Ez már alapból nem vetett jó fényt II. Miklós orosz cárra, innen jött a beszeneve Véres Miklós. Na de visszatérve az első ponthoz, a Hodinka mezei tragédia után történt meg a már korábban bejelentett francia képviselt, azt hiszem nagykövet által tartott ünnepség, amire rendeltek több szál francia rózsát. Vagy nem biztos, hogy franciák voltak, az a lényeg, hogy rózsákat rendeltek. Na, és az a helyzet a rózsákkal, mint a legtöbb növénnyel, hogy egy idő után elhervadnak. És emiatt II. Miklós nem akarta, hogy kárba vesszen ez a sok értékes növény, mert egy rózsa az viszonylag drága volt, ezért fogta magát és elment a bálba. Ami egy, hát lássuk be, rossz ötlet volt, miután több ezer ember, nem több ezer ember, 1300 ember taposta agyon egymást egy népünnepén, amit az ő tiszteletére szerveztek. Ezután a pletyka képződés hatására rögtön jöttek a rossz nyelvek, hogy II. Miklós felesége, Alekszandra Fjodorovna részegen táncolt és ugrált a többi vendéggel, azt ünnepelve, hogy több ezer ember, több ezer orosz taposta agyon egymást egyen az ünnepén. Ez persze rossz fényt vetett II. Miklós orosz cárra, ez egy rossz döntés volt. A második pont Rasputin. Rasputinnak az életmódjával is probléma volt, ugyanis más problémák is voltak vele, de az életmódja eléggé kicsapongó volt, ahogy azt a gyönyörű, nem is tudom, mi van ebben a támasz, nem spenótot akartam rajzolni, szóval amit azt a gyönyörű spenótos tálas ábrázolás mutatja. De a cári páros tökéletesen jól volt ezzel, ugyanis Rasputin valami misztikus, Rasputin egy szerzetes volt, és az ő misztikus módjain meg tudta gyógyítani, vagy legalábbis tudta javítani Alexei nagyherceg, az ő egyetlen fiúk állapotát, aki vérzékenységben szenvedett, ami egy csúnya betegség.
Ennek az emberek nem örültek, mivel hát nem nagyon értett, persze érdekelte őket a trónörökös sorsa, de hogy mégis milyen életmódot, milyen kicsapongó, részegeskedő életmódot élt Rasputin, hát az nem nagyon tetszett nekik. Illetve sokan azt gondolták, hogy Rasputin mindkét bábot kontrollálja a cári párt, mert ebben most nem tudunk megbizonyosodni, hogy ez igaz volt-e, de sokan gondolják úgy, hogy emögött lehetett valami. Harmadik pont, az orosz-japán háború. Nos, az orosz-japán háborúban nagyon az emberek meglepetésére újra kezdem ezt a mondatot. Szóval a háború hatására éhínség volt, nem volt kenyér, nem volt étel, kevés volt a munka. És az oroszok nem nagyon örültek ennek, szomorú. Finoman szólva szomorúak voltak. És ennek tetejére vesztettek, de nagyon. A japánok, nem tudom, szétverték őket. Senki nem hitte, hogy ez fog történni. Japán verte őket, Japán pofoszta fel őket, az a Japán, aki 50 évvel azelőtt még azt se tudta, hogy mi fánterem a külkereskedelem. De komolyan! Hát ki gondolta volna? Jó, azért párral láthatták előre, de na mindegy, haladjunk tovább. A negyedik pont a konzervatizmus. Második Miklós cár nagyon hevesen ellenállt mindenféle reformkísérletnek. Ennek egy példája az 1905, amikor az orosz, az előbb említett orosz-japán háború hatására tüntetéseket szerveztek az emberek a cárizmus intézménye ellen. Ennek eredményeként kaptak egy brand new új alkotmányt. De ez az alkotmány nem sokat segített, mert előtte és utána ugyanakkor ereje volt a cárnak. Szóval igazából nem nagyon történt semmi. Illetve nem engedte, hogy létrehozzák az orosz parlamentet, a Dumát. Nagyon-nagyon hevesen ellenállt ennek. Egy idő után muszáj volt engednie, de na. Haladjunk tovább. Második Miklósról ellenállnak okai. Ugye a Romanovok iránti ellenszer, Hodinka mezei tragédia, Rasputin, orosz-japán háború, konzervatizmus, és jön most a második főérv. Ez nem a második főérv még. El vagyok tévedve, na. Szóval a felesége, Alexandra Fyodorovna, német származású volt, azt hiszem felvett egy orosz nevet, de mivel utána jött az első világháború, és ugye, ahogy azt remélem tudjátok, az első világháborúban az oroszok szemben álltak a németekkel, ez se volt különösebben jó. Ez se vetett különösebben jó fényt a cárra. És utána, ahogy előbb említettem, jött ugye az első világháború, ami megint hozott egy csomó problémát, de ezekre majd egy következő epizódban kerül sor. A viszontlátásra nyomjátok be a három nagyot, remélem, hogy élveztétek ezt az epizódot. Én Kobelint voltam, hello!